Tejfölös csirke, töltött káposzta, csülkös pacal, ilyen és ehhez hasonló ételeket kóstolhattak végig azok, akik részt vettek a bátaszéki királyi gasztronómiai esten. A környező népcsoportok hagyományos ételeiket, illetve a helyi civil szervezetek a kedvenc fogásaikat szolgálták fel II. Géza királynak és Eufrozina királynénak. A királyi kegy kisugárzása folytán megkülönböztetett szeretettel köszönti Cikádor, avagy más néven Székmezőváros tekintetes bíráját és esküdjeit, valamint azon nemes urakat és hölgyeket, akik most együtt ünnepelnek a királyi felséggel és az ország karjaival rendjeit. Több évtizedes hagyomány bátaszéken a királyi gasztronómiai est. Két évente októberben megrendezzük a királyi gasztronómiai estet. II. Géza feleségével, Eufrozinával és a csökkentett udvartartással megjelenik, és fogadja a hódulatot, illetve azokat az étkeket és finomságokat, desszerteket, főételeket, nedűket, amelyeket a bátaszékiek kínálnak kóstolásra a mai este folyamán. Két évente kerül megrendezésre a királyi gasztronómiai est, amikor is a bátaszéki civil szervezetek, egyesületek, nemzetiségi csoportok vagy hagyományőrző együttesek idejönnek a sportcsarnokba, és a rájuk jellemző vagy számukra kedves ételeket sütik, főzik meg, mutatják be, illetve kóstoltatják meg az ideérkezőkkel, és ez mindig hatalmas érdeklődésre tart számot. Nagyon nagy az érdeklődés, hetek óta várják a bátaszékiek, és mindazok, akik már voltak ezen a rendezvényen, hiszen itt a különböző levesektől kezdve, a kraut und knedlin át, a sült malactól kezdve a rétesekig, rengeteg isteni ételt lehet kóstolni, és nem mellesleg bállal zárul az este, úgyhogy bízunk abban, hogy mindenki jól fogja érezni magát. A program egyik célja, hogy felelevenítsék, megőrizzék a hagyományokat, illetve a fiatalok betekintést nyerhetnek az idősebb generációk étrendjébe. Nagyon sok mindennel készültünk. A székelyek jellegzetes étele az a töltött káposzta, a galuska, ahogy mi mondjuk, de emellett még számtalan étel, tejfölös csürkét, édességeket, almás kalács, túrós kalács, kútban költ kifli, ami egy nagyon különleges étel, mindenkinek kóstolni, meg kell kóstolni. Nagyon finom pálinkákat hoztunk, nagyon finom borokat hoztunk, nagyon jó, megismerjük egymás ételeit, egymás kultúráját, közelebb kerülünk egymáshoz. Több étellel készültünk, főételként készítettünk Saurez Tamplódlival, és ez egy nagyon jeles alkalom, hogy ezt elkészítettük idén is. Mivel ugye ez sok felsőséget tartalmaz az étel. Az ötlet onnan ered, hogy Bátaszék egy több nemzetiségi település, és minden népcsoportnak megvan a saját ételkultúrája. Ezt szerették volna megmutatni a szervezők. Kezdetben a művelődési ház adott helyet a rendezvénynek, majd átkerült a helyi általános iskola ebédlőjébe. Napjainkban pedig már a nagy érdeklődésre való tekintettel a Kalász János városi sportcsarnokban rendezik meg a programot. A svábságnak a jellegzetes ételeivel, a Saurezzal, ami belsőségből készült pörköltféle, egy kicsit ecetesen behabarva, hozzá kertgombóc minden mennyiségben, aztán töltött káposzta van, káposzta kertgombóccal, a Kraut und Knedlin, és akkor mit hoztunk még? Disznónyelv van, sauerbrivel, minden szinte savanyúság, de hát ez jellemző. És mindenféle süteményeket hoztunk, rétást, diós mákos, illetve túrós és mákos rétes van, diós mákos kalács, csörögefánk, sós kifli és a lakodalmas fánk. Ezeket hoztuk nagyjából, azt hiszem kuglófot sütöttek az asszonyaink még. Úgyhogy mindenféle finomság, bor, pálinka, mindenki jól érezheti magát. A kertgombóc a káposztával, én azt szeretem igazán.
A hagyományos fogások mellett a reformkonyha íze is a maradtak le a terítékről. A férjemnek a családja, ők felvidékiek, és most már én szoktam képviselni a főzést. A mi családunk kacsát sütött, illetve van nekik egy felvidéki étkük, a takart, ami tulajdonképpen egy káposztás étel, csak nagyon pici gombócokból készül, és egyenként van bebugyolálva. A süteményeket, amit mi hoztunk, a mi családunk, az a diós halmocska, ez szintén egy felvidéki ottani étel, sütemény, és a kisasszony remeke. Nagyon örülök neki, mert én is azért tanultam meg a kacsát sütni, illetve a takartot elkészíteni, mert a férjemnek a szülei azok ezt szerették, és önálluk ez kimondottan csak egy ünnepi étel volt. Tehát ezt nem főzték hétköznap, akármikor, hanem csak a nagybetűs ünnepekkor. És én ezzel próbálom kicsit tisztelegni az ő szokásaiknak is. És ha mégis húsra fájna a foga, csupán némi nemes szárnyas jöhet szóba. Amiről tudtam, hogyha megválasznak, az a felvonulás lesz. Nekem erről fogalmam se volt. Én ezt ezen a héten tudtam meg, hogy nekem ide el kell jöjjek, és ide ki kell üljek, és mindenki engem fog nézni, miközben eszek. Persze, jó érzés. Én ennek örülök összességében. Hozzátartozik ehhez a privilégiumhoz, de számítottam rá, igen. Jól érzem magam, nagyon jól. Tetszik, hogy ennyien összegyűltek és főztek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. A hagyományokhoz híven a királyi vacsorát Bál követte.